megmásítani. A recept, azért recept nem ki van próbálva. Hát igen. Nem? Hát de. Ezért tudott az öreg Fülöp mama finom dolgokat csinál, meg volt minden alapban, tehenet fejtek. Ott hát, nem persze. Volt a vaj, meg a tejfel probléma semmiben. Akkor nyulat tartottak, 100 csirke, meg tyúk volt, biztos 20-30 tojás hoztak be egy nap. Hát be volt osztva. Minden be volt osztva. Mindenki jól akadott. Finom kenyér, a vaj az asztalon. A zöld hagymáért szaladtunk a kertbe. A zöld ezért paprikája, de finom volt az a paprika. Igaz, hogy locsoltam is annyit, hogy minden este 10-szer biztos megjártam a kertet, nagy távolságok, 2 locsolóvízzel. Paradicsom biztos. Ajaj, az a nagy, viszé, 100 üveggel főzött mama paradicsom, üstbe főzte. Hát tudom. Oda tettél, még én is daráltam, azt hiszed, hogy nem, megfaszíroztuk, és akkor a spór, a rakos spórjuk volt a nyári konyhába. És akkor a spóra bevonjuk, és akkor olyan helyszor álltam és kavartam. Hát nem volt mese, ott mindenkinek volt egy kis dolga. Nem nagy, nem nagy, de volt. Újra a csatornámon egy főzős videót hozok most nektek, de egy különleges videót ugyanis. Kaptam nagymamámtól egy nagyon, hát, hogy is mondjam, nagyon régi, nagyon különleges és szép, szép könyvet. Úgy szép, hogy tel is tele van tényleg érdekességekkel, és bár nem vagyok egy nagy konyhatündér, ez lehet, hogy már számotokra is kiderült, mégis felkeltette az érdeklődésemet ez a könyv is a benne lévő receptek, ugyanis nem tudom, szerintem az, hogy ennyire régi, és az, hogy nem igazán tudjuk, hogy kié volt, honnan származik, mi a története, úgymond. Ez így mind hozzájárul ahhoz, hogy legyen kedvem ahhoz, hogy készítsek belőle valamit, úgyhogy elkezdtem lapozgatni múlt nap, még Ágicával együtt, Ági mama, ugye, a mi kismamánk, és ő nála kincseket lehet találni a lakásban tényleg. Akárhányszor megyünk hozzá, folyamatosan ad valamit, ami valamiért nagyon különleges tényleg. Na és először nem is nagyon akartam elhozni, gondoltam, ú, mire ez nekem, viszont aztán valamiért így tényleg megfogott a varázsa. És igen, elkezdtem lapozgatni még ott Ágicával együtt, és képzeljétek, találtam egy olyan receptet, ami mellé oda volt írva az, vagy alá, mellé, alá, már nem emlékszem, hogy ez kitűnő. Úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor ezt mindenképp el szeretném készíteni, hogyha már valaki azt gondolja róla, hogy kitűnő, akkor kíváncsi vagyok rá. Egy török édességről van szó, desszertről, egyébként süteményről, és nem tudjuk, hogy ki írta oda, hogy kitűnő, viszont ez ott van, és én hiszek neki. 373. És el szeretném készíteni most veletek együtt. Aztán, hogyha tetszik nektek ez a sorozat, mármint, hogy így ez a rész, akkor lehet belőle sorozat, és akkor készíthetünk több édességet ebből a nagyon különleges, nagyon régi könyvből, hogyha van kedvetek. Igen, mutatom, vagy hát olvasom, hogy milyen receptről van szó. Török sütemény, a bitta. Hozzávaló 250 g mogyoró, 6 evőkanál csurgatott méz, 3 evőkanál olvat vaj, 3 evőkanál tej, 1/2 rúd vanília, kevés só és finom liszt. Törjük a mogyorót nagyon finomra a mézzel, kavarjunk a többiekhez annyi lisztet, hogy egy ne nagyon kemény tésztát kapjunk, osszuk 2 félé és mindkettőt nyújtsuk ki kis hát vastagra. Az egyik felét rakjuk most ki apró halmocskákkal a mandolás tömegből, borítsuk rá a másik lepényt, és egy kis likőrös pohárral szaggassuk ki. Szakassuk ki. Forró vajban süssük ki olyan gyorsan, amint csak lehet, még azon forróan hempergessük meg porcukorban, hogy az vastagra rátapadjon. Nagyon ízletes, tartós sütemény, borhoz is kitűnő. Egyébként úgy terveztem felvenni ezt a videót, hogy közben besüt a konyhánkba a nap, és hangulatos fényekkel csinálom a dolgom, viszont az az igazság, hogy annyira beborult, hogy alig van fény a konyhában, tényleg jön a vihar, jön a rossz idő, de lehet, hogy ez sem akkora nagy probléma, hangulatosabb talán egy fokkal esőben sütni, főzni, nem?
kell hozzá? Méz, vaj, tej. Nem sós, magyaró. Yes. Sótlan. Utána hozzáöntöm a mézt. Mézet. Mézet. Pardon. Mézt. Jó, nem mondod, hogy meszet. Volna egy precíz adagod a lisztre, még akkor sem mindig olyan egyforma lisztek minősége, nem egyformán gyúrható az egyik, ugyanannyi fél liter lisztből mondjuk el hozzá, a másik fél liter lisztből, ha csinálod, vagy puha marad, vagy kemény. Itt majd érzem az állagát. Te érzed. Érzed azt. A lágy tészta kell, nyújtható. Kettőt nyújtsuk ki, tehát kettő felé kell osztani, és mindkettőt nyújtsuk ki kés hátvastagra. Az vékony? Uh-huh. Nagyon vékony. Ennél egy picit vastagabb. Milyen a kés hát? Annál vastagabb? Ilyen. Ilyen. Uh-huh. Ja, olyasmi. Jó. Elég macerás. Ez olyan, mint az én filmem az este. Annyi esemény történt, hogy 10 részbe se történt. Úgy kell, hogy ne maradjon izé morzsalék. Persze. Azt úgy kell szaggatni, tudod, hát, hogy ne maradjon szélek, nagyon finoman, óvatosan. Kiszámolva. Kiszámolva. És akkor ezt most még kisütni olajba, vajba. Török sütemény. Törököm mindig is le a kalapan. Onnan származik a török műsz, tudod. Két ostya között ilyen vastag hab, meg dió, vagy mogyoró, tudod. Tudom. Itt és is akkor lehet keskenyebbre is csinálni, mert ha ennyire teszed két ostya között, akkor meg kemény szik harapható. De már mikor ilyen vastag, olyan, meg hogy fogod? Nem is málik, nyúlik, de ő az egész képet tiszta, hogy lesznek, csak mondom. Nagyon édes, de nagyon finom. Kettő dolog volna, amit felhoznék, amit picit másképp csinálnék. Nem tennék rá ennyi porcukrot, tehát nem hempergetném bele a porcukorba, ahogy a recept írja, hanem csak megszórnám vele picit, mert nekem egy kicsit így túl édes, illetve még finomabbra darálnám a diót, tehát nem mogyorót. Úgy tűnt, hogy finom, viszont most így töltelékként nem túl finom. Tehát nagyobb darabok is vannak benne, úgyhogy még daráltam volna, kellett volna darálnom. Csak nem mertem, mert nem akartam, hogy nagyon pasztás legyen az állaga, tehát azt sem szerettem volna, hogy egy ilyen mogyoró vajszerű állagot kapjunk. Viszont valahol ugye a kettő közt kellett volna, tehát még lehetett volna darálni, de amúgy így forrón, úr ég, nagyon jó, tényleg. Na hát ennyi lett volna már ez a videó, bízom benne, hogy tetszett nektek, és ha szeretnétek még következő részt ugyanebből, mármint értitek, ugyanebből a könyvből, ha szeretnének, hogy még elkészítsek valamit, akkor azt jelezzétek nekem, és meg tudjuk csinálni természetesen. Mondom, kincseket rejt, tényleg retro stílusban leírt retro kincseket, nagyon durva. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, mindig olyan közel tartom a fejemhez a kamerát. Ne felejtsetek el feliratkozni, illetve nyomjátok be a csengőt is, és legyen egy szép napotok, sok puszit!